Öt fővel alakult meg Atalában a helyi értéktárbizottság. A csapat indulásakor már 15 olyan helyi értéket terjesztett fel, amelyek csak Atalára jellemzőek és méltóak arra, hogy megóvják és megőrizzék azt a jövő nemzedék számára. Tehát a helyi értéktárban az Atala község címere, a milleniumi kerámia szobor, a tükröspont, az atalai női és férfi viselet, a Szent Vendel templom, a Szent Háromság szobor, ami az első világháborús szoborral együtt van, a második világháborús szobor, a Szent Imre szobor, az atalai tájház, a kis vasút, a Nepomuki Szent János szobor, a Szent Kristóf szobor, illetve a maga a templom harangjai kerültek felterjesztésre. Ezt mindet elfogadtuk, nyilvánvaló az első alakuló ülésen egy nagyon jó indulás volt ez. Ebből ötöt terjesztettünk fel a megyei értéktárba, a tükröspöntjot, a női viseletet, a tájházat, a világháborús emlékművet, aztán a Nepomuki Szent János, illetve a Szent Vendel római katolikus plébániát. De úgy gondolom, hogy ugye egyediségével, jellegével próbálnak a megyei értéktárba is olyan különleges dolgokat bevinni, ami a megyei szinten is nagy jelentőség, hiszen templom mindenhol van, nem biztos, hogy barokk stílusú, ez az egyetlen egy van itt a megyénkbe, de amiket beválasztottak a megyei értéktárba, az valóban megállja a helyét a megyei értékek között. A helyi értéktárbizottság megalkulásának az volt a fő apropója, hogy a helyben feltárható, felelhető olyan értékeket egybegyűjtsük, feltárjuk, illetve dokumentáljuk, amely későbbiekben nemzeti értékek közé sorolható lesz. Ezt a 2012-es 30-as törvény adja a törvényességi háttereit, ez az összetartozás, az egység és a nemzettudat erősítése érdekében jött létre. Itt is fontosnak tartjuk, hogy a gyűjteményt dokumentálni kell, ezt szigorúan felelhetővé kell tenni. Itt a törvény kitér arra is, hogy a honlapon ezt láthatóvá kell tenni, tehát mindenki részére hozzáférhetővé válik. Nemzeti érték lehet minden olyan magyar nemzetiséghez, illetve a magyarsághoz köthető érték, amely az elődeink már megalapítottak. Ez lehet szellemi, anyagi, tárgyi, illetve olyan érték vagy termék, amely a magyar kultúrát képviseli. A hungarikumok, azok már egy kiemelt nemzeti értéket képviselnek. Nagyon reméljük, hogy talán lesz a talába is, a tükröspontban bízunk, hogy esetleg hungarikum már kiemelt nemzeti értékké alakulhat. Itt a településen rengeteg olyan érték van, amelyet nagyon szeretnénk, hogyha mindenki láthatóvá, illetve dokumentumok által ismerté tehetnénk. Az értéktár bizottsága, ahogy már beszéltük is, júliusban megalakult, öt fővel. Ez az öt fő hasznos munkát fog szerintem végezni a település érdekébe. Úgyhogy nagyon bízunk abba, hogy rengeteg értéket tudunk még produkálni így a csapattal. Atala a 15 érték közül 5-öt a Tolna megyei értéktárba is felterjesztett, ezek közül az 1793-ban felállított Nepomuki Szent János szobrot és az atalai tükröspontjot el is fogadták. 2004-ben ez a tükröspont már az országgyűlés által megkapta a nemzeti értékdíjat. Aztán mi ezt szerettük volna egy kicsit tovább terjeszteni, és mivel az értéktárbizottság ugye a megyei értéktárba is felterjesztette, ott pozitív elbírálást kapott. Többek között ezt annak is köszönhetjük, hogy ugye nagyon nagy a fogyasztói értéke a halnak, ugye az egészséges táplálkozás, az omega-3 zsírsavak, meg az egyéb fontossága miatt, tehát az egészséges életmód miatt nagyon fontos a halas ételeknek a fogyasztása. Königné Nagy Magdolna elnök szerint ez a feladat olyan, mintha megajándékoznánk egymást és az utánunk következő nemzedéket. Nem az a fontos, a kultúrát nem ápolni kell, mert nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab, hanem mindannyiunknak meg kell ezt a kultúrát magunknak teremteni, és ezáltal a jövő számára szerintem elengedhetetlen hozadéka van, úgyhogy szerintem elnél nagyobb ajándékot nem adhatunk a jövő generáció számára.